Én nagyon-nagyon élveztem építeni ezt a sok aprólékos munkát, és hogy tényleg majd, hogy egy-egy részlet hogy fog így egészé összeállni. Úgyhogy nekem az a nagy Harry Potter kastély a kedvencem. Hát jó pár hét. Mesélte mindezt tavaly februárban vízilabdázónk Leimeter Dóra, aki akkor megígérte, ha megvan az olimpiai kvóta, utána bármikor szívesen lát minket a saját LEGO birodalmában. Nos, a dohai világbajnokságon szerzett csodás ezüstéremmel, a párizsi repülőjegy már a zsebben, így ellátogattunk hozzá. Mikor volt ez az Eiffel-torony építés, ott is én voltam az ötletgazda, hogy esetleg menjünk el, és örülök, hogy találtam egy a Gréta szemében valakit, aki eljött velem, mert engem tényleg nagyon érdekel. A tesómmal elég sokat legóztunk tényleg már így gyerekkorunk óta. Ugye a LEGO Duplótól elkezdve, ami ugye az a legnagyobb nyilván, hogy a kisgyerekek ne nyeljék le nekünk, onnantól elkezdve itt tényleg így ez végig kísérte az életünket, és tényleg mindig volt valami, amit lehetett építeni. Szokták mondani, hogy a képeknek nincs hangja, de ha ránézek erre, egyből elkezd menni a címzene, ugye a Jó barátok címzenéje. Erről egy kicsit mesélj, mert azért ez egy igazán különleges darab. Én az utóbbi időben kezdtem el így jobban a Jó barátokat nézni, és tényleg annyira megfogott egyébként a hangulata, hogy én nagyon örültem, amikor kijött egy ilyen LEGO set, mert tényleg ez is egyébként eléggé aprólékos, és tényleg minden részletre odafigyeltek. Így a szereplőknek is azért a rájuk legjellemzőbb dolgok, azok benne vannak, belecsempészik őket, úgyhogy én tényleg nagyon szeretem, hogyha valamilyen részletesen ki van dolgozva. Igen, hát a Harry Potter az azonnal bejöttünk és megláttuk a kastélyt, itt különböző figurákat. Még azt mondom, a lila busz is bőven elnézhető, hiszen az... Nem öltem út! Az Dániába rakták így össze. A Harry Potter mánia, az hogy alakult ki? Egyszer csak így azt vettem észre, hogy így könyvben is nagyon, nagyon érdekel, ugye nekem ott a felső soron egyébként látszott, meg van magyarul is és angolul is az egész sorozat. Magyarul már végigrágtam rajta legalább háromszor magamat, úgyhogy most az angol verzió van, de itt nálam párnától elkezdve takarónát, pizsama, tényleg így minden megtalálható. A legelső egyébként ilyen Harry Potter témájú az a nagy kastély volt, azt nagyon szerettem is kirakni, hogy nyilván azért ez látszik is, hogy tényleg, ha erre azt mondtam, hogy aprólékos, akkor ez aztán tényleg így ebben is mindenre figyeltek, így minden részből felfedezhető benne egy-egy apróság, vagy egy-egy terem, vagy bármi, úgyhogy én ezt nagyon szerettem kirakni, és ezt én még amikor anyukámnál laktam Üllőn, akkor raktam ki, és amikor költöztem, hát ez volt az első ilyen nagyon sarkalatos pont, hogy ezt hogy hozzuk át, hogy ne essen szét nálam, ez egy ilyen jó ajándék bármikor is, tehát hogy egy ilyen ilyet kapjak, egy ilyen kis apróságot. És valamelyik megy fejből, vagy mindegyik megy fejből, és arrébb rakod a leírás. nem, fejből nem tudnám kirakni, de egyébként érdekes, hogy amikor a Grétával voltunk az Eiffel-tornyot építeni, akkor mondta, hogy ő hiába nézi ugye a leírás, nem annyira áll rá a szeme, vagy nem tudja, hogy igazából úgy mit kell keresni, úgyhogy ehhez egyébként kell egyfajta megszokás, hogy tényleg így mi az, ami, ugye melyik elem mekkora, hogy fog maga egy ilyen nagyobb mondjuk elem az, hogy fog kinézni, ez kell azért tényleg, hogy rájön az embernek a szeme. Ha vízilabdás eseményt, pillanatot lehetne legóban felépíteni, mi lenne az? Mondjuk a mostani világbajnokság, a Margit-szigeti úszoda, Igen, a Margit-szigeti úszoda egyébként az biztos jó lenne, de azt úgy építeném meg, hogy akkor, amikor a 22-es világbajnokságon ott vagyunk, és hogy a lelátót is hozzá lehessen építeni, és tele lehessen rakni emberrel, mert az szerintem úgy egy ilyen nagyon jó látképet tudna visszaadni. És akkor most egy kicsit vízilabdázzunk is, mert azért egy nagyon szép világbajnokság volt. Talán mondhatjuk azt is, hogy amiért mentetek, annál kicsit többet is hoztatok. Igyekeztünk ezt mi is így felfogni azért a végén, hogy ugye mi olimpiai kvótáért utaztunk ki, és nyilván akár benne volt az, hogy mi döntőbe jutunk, mert azért ebbe a csapatba szerintem mindig benne van, de azért az utóbbi mondjuk másfél évben nem annyira úgy nézett ki a játék és a csapat, hogy ez benne lehet, úgyhogy mi abszolút úgy utaztunk ki, hogy a kvóta meglegyen, és minden más az ajándék. Hiába voltunk talán nagyon közel most a döntőben az amerikaiakhoz, de azért ez az ezüst is nagyon szép, és tényleg ez csak nekünk egy plusz. Onnantól, hogy ezt megugrottuk, hogy megvan a kvóta, onnantól egy picit talán felszabadultabbak tudtunk lenni, és ez kihatott a játékunkra is. Itt lenne most egy zsupszkul csak ezenbe. Beleugranál a mondjuk az olimpiai döntőig, vagy még inkább átdolgoznád ezt az 5,5 hónapot? Én beleugranék, mert annyira most tényleg pozitív töltettel jött haza mindenki, hogy szerintem most, ha
most kéne játszani, akkor biztos, hogy olyan magas szinten tudnánk folytatni, ahol a VB-n voltunk, úgyhogy én ugranék.